Szűkösnek bizonyult a hely, annyian voltak kíváncsiak Erős Zsoltra. A hegymászó hozta szokásos formáját, színes beszámolóját jól kiegészítették a vetített képek. Az udvarhelyiek is részesei lehettek egy kicsit az expedíciónak, a távoli Nepálba utazhattunk el, ahol hosszú napokba telik, amíg egyre nehezebb utakon, egyre magasabbra hágva végül megközelíthető lesz az Annapurna hegytömb legmagasabb csúcsa. A világ legismertebb túraútvonala a hegyhez vezető út. Magának a csúcsnak viszont rossz híre van. A 8091 méteres hegy ugyancsak a tizedik legmagasabb a Földön, viszont lavinái miatt veszélyesebb, mint a sorban előtte állók. Ez a tény, a kedvezőtlen időjárási viszonyok, a megfelelő akklimatizáció, azaz a magas hegyi viszonyokhoz való hozzászokás nehezítettsége, a két hónapos magyar expedíció esetében ezúttal kudarchoz és tragédiához vezetett. A lábprotézissel mászó Erős Zsolt jutott a legmagasabbra a csapatból, 7200 méterről fordult vissza, eközben egy lavina elsodorta a csapat másik tagját, Horváth Tibort, itt éppen azt a helyet látjuk, ahol a tragikus baleset bekövetkezhetett. Az expedíciós csapatban már korábban egy konfliktus miatt szakadás állt be, tehát ez a 2012-es túra a lehető legrosszabbra sikerült. Nyíltan a problémákat vállalva beszélt az alpinista a hegyen eltöltött időről és a történésekről. Később kijelentette, egyszer valamikor visszamegy még az Annapurnára. Sosem haragudtam én egy hegyre, ahol ilyen nehéz helyzetbe kerültünk, és tragédia ért minket. Ugye itt mindig az ember a felelős a saját dolgaiért, és az ember vétett valamilyen hibát, vagy nagyobb alszerencsés volt. A hegy nem tehet róla, a természetet és a hegymászást ugyanúgy kell és lehet tovább szeretni, bármi is történik ott. Leginkább azért nem akarok rögtön visszatérni az Annapurnára, mert sokféle feladat van előttünk, és jó másnak is megfelelni, de vissza kell ide térni, és hát nem is sokára, néhány év múlva. Erős előadásai alatt mindig megérti az ember, hogy a hegymászás elsősorban nem a fizikai erőnlétről szól, sokkal inkább a mentális, pszichés teherbírásról, a jó döntések meghozatalának képességéről. A kudarcokat pedig, ha megtörténnek, fel kell dolgozni, és igyekezni kell kicsit többet a siker oldalán állni, mondta az alpinista, mert a hegy maga a kihívás, és sokat tud adni az embernek. Nagyon szép és érdekes emberre vonatkozó tanúságokat lehet meghatározni a hegymászáson keresztül. Például az, hogy az embernek szüksége van nagy feladatokra, ebben megélt sikerélményekre, ezzel tudjuk az életünket kiteljesíteni. A hegymászás ilyen területeken, az élet hasznos, szép megélése területén tud példát mutatni, aminek van némi kockázata. A tavaszi Annapurna expedícióra is a Magyarok a világ 8000-esein sorozat keretén belül került sor. Erős Zsolték már tervezik a következőt is. Várhatóan a Kancsendzöngára indul egy új csapat, a 8586 méteres himalájai csúcs a harmadik legmagasabb hegy a világon. Egyébként idén a magyar hegymászókkal tartott az Annapurnára Földes András, a Himalája blog.hu szerzője is, akinek nemrég jelent meg Erős Zsoltról szóló legújabb könyve. Ebből lehetett vásárolni a hétfő késő délutáni találkozón, akár csak a már hagyományosnak tekinthető, csodaszép magashegyi fotókat felvonultató 2013-as naptárból. Ezeket dedikáltatni is lehetett Erős Zsolttal, a feladatnak híres hazánk fia nagy kedvességgel és szeretettel tett eleget.